Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 9-éig. Én a hétfői nappal kezdeném, ami itt látható, hiszen a hold uralkodik a hétfői nap fölött. Mi várható ezen a napon? Itt látható a kasza. A kasza az el tud vágni valamit, például egy kapcsolatot, vagy a munkát. De segíthet is, hiszen a kasza el tud távolítani félelmeket, bizonytalanságokat is. Amit a kasza még jelentett ezen a napon, hogy átélsz valamit. Történnek változások. Egy bizonyos helyzet, amire nem is számítottál, hiszen lesz egy meglepetés. A keti napon Mars bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Ezen a napon Vénusz bolygó és a nap együtt hat. Vénusz bolygó jelenthet bennünket, hölgyeket, és ebben az esetben meg van a kisugárzásunk, mások észrevesznek bennünket, vagy kiderül a valóság. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, a párkapcsolatot is, a nap megvilágítja ezeket a témákat, itt is lehet arról szó, hogy kiderül a valóság, vagy megvan a vonzalom, vagy tisztázódnak bizonyos dolgok. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Lehet, hogy pénzt kapsz, vagy lesz egy nyeremény. A halak utalnak a belső értékekre is, hogy te értékes vagy valaki számára, kimutatja az érzelmeit, vagy te értékes vagy ahhoz, hogy mindaz megvalósuljon, amit te tervezel. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. A virágcsokor jelentheti a természetet, a kerti munkát, a virágokat, de jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet, vagy hogy szeretnél megszépíteni valamit. Jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy kellemes meglepetést, egy meghívást, egy jó hírt, vagy egy ajándékot. A csütörtöki nap itt látható, csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Ezen a napon új hold van, ami jelenti a visszahúzódást, a meditációt, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a biztonság érzetét, vagy az értékeket. Itt látható, hogy kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, láthatóvá tesz a nap bizonyos dolgokat, de mivel új hold van, és új holdnál inkább befele tekintünk, vagy meditálunk valami felett, akkor a nap az jelenteti a belső fényt is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. A csillagok szerencsét hoznak. Szerencse a szerelemben, vagy egy nyeremény, vagy egy jó hír, vagy egy szerencsés fordulat, amit a csillagok még jelenthetnek, egy spirituális terület, vagy a bizalom, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Szombat, itt látható Szaturnusz bolygó szimbóluma, Szaturnusz bolygó uralkodik szombat felett.
Itt a könyv jelentheti a könyveket, hogy egy szép könyvet olvasol, vagy valaki ajándékoz neked egy könyvet. A könyv jelentheti a tudást, a tanulást, továbbképzéseket, vagy jelentheti azt, hogy ő még kicsit zárkózott. Vagy azt is jelentheti, hogy légy te zárkózott. Amit a könyv még jelentett ezen a napon, hogy úgy érzed, úgy gondolod, hogy valaki eltitkol előled valamit. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a lilium virág, jelenti a tiszta érzelmeket, a tiszta gondolatokat, vagy hogy tisztázódik valami körülötted. A lenormand kártyáknál ez a virág jelenti a szexuális kapcsolatokat is. Lehet, hogy ilyen tervekkel, gondolatokkal közeledik hozzád, holott a könyv a közelben jelentheti az ő zárkózottságát, hogy ő ezt nem meri nyíltan kimondani. És ez volt a heti jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, írd le nyugodtan a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!